Februárban is folytatódik az oltási akció, így 115 szakrendelőben, 101 kórházi oltóponton és valamennyi házi orvosi körzetben továbbra is kérhető az első, a második vagy a harmadik vakcina. Az omikron variáns terjedésének megfékezése érdekében három oltás mindenképpen szükséges a szakemberek szerint. Vakcina géz és ragasztó bekészítve, az ampullában Pfizer oltóanyag. Az egyetemvárosi rendelőben a vakcinázás már olajozottan működik. Január eleje óta már több ezer koronavírus elleni oltást adtak be. Egy nagyát tessék mondani. Rutin vizsgálat után már csak a szúrás maradt hátra. Bálint Zoltánné a harmadik oltást vette fel pénteken. Fontosnak tartom azt, hogy a környezetemet védjem ezáltal, illetve a családomat és magamat is, és én ezért jöttem el. És nekem, én itt dolgozok az egyetemen, és nekem ez így kényelmes volt, hogy hazai helyre megy, jövök oltásért. A 91-es házi orvosi körzetben látják el ugyanis a kampusz hallgatóit és dolgozóit is. A rendelőben ma mindenki időpontfoglalás után vehette fel a harmadik vakcinát. A védettség szempontjából tartott fontosnak igazából a harmadik oltás elvételét. 50 éves elmúltam, egészség fontosabb mindennél, úgy gondolom. A körzetben kimagasló az átoltottság, eddig mindössze 30-an nem kérték a vakcinát. Ez azonban sajnos nem mindenhol van így. Az omikron variáns terjedése miatt Felszegi Sára háziorvos is a harmadik oltás felvételére kér mindenkit. Ezt végig kéne gondolni, és önmagunk, szeretteink, illetve hát a társadalom egésze szempontjából most különösen a vírusnak, ennek a mutációnak következtében, ami rendkívül gyorsan terjed, nagyon sok megbetegedést okoz, jó volna, hogyha ezt lehetőleg elkerülnénk. Ennek érdekében az oltási akció februárban is folytatódik, a kormány tegnapi bejelentése szerint. A háziorvosi rendelőkben időpontfoglalás után pénteken és szombaton, a kórházi oltópontokon pedig időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval csütörtökön, pénteken és szombaton kérhető az első, a második vagy a harmadik vakcina. Egy friss nemzetközi kutatás kimutatta, hogy a védőoltást, a várandóságot tervezőknek is érdemes kérniük. A vakcina ugyanis nem befolyásolja negatívan a termékenységet. Ezt a Semmelweis Egyetem professzorai is megerősítették. Míg a negyedik oltás felvétele a szakemberek szerint, különösen a krónikus és immunbetegeknek, a transzplantáltaknak és a 60 éven felülieknek ajánlott.